Sziasztok! Én tavaly júniusban mondtam ki a boldogító igent, akkor keltünk egybe feleségemmel, és életem egyik legszebb, legboldogabb napja volt. Ezt a boldogságot azonban elveszi Magyarország nagyjából 500 000 honfitársunktól. Csak azért, mert meleg vagyok, én nem házasodhatok össze a párommal ma Magyarországon. Csak azért, mert máshogy szeretek, mint azt Orbán Viktor kitalálta, nem fogadhatok örökbe, és nem alapíthatok családot itthon. Nem szeretnék többlet jogokat, egyszerűen ugyanolyan jogokat, egyenlő lehetőségeket szeretnék. Kimondani a boldogító igent. Úgy gondoljuk, hogy ez 500 000 honfitársunk számára is alapjognak kéne lennie. És bár tudjuk, hogy Orbán Viktornak szüksége van újabb és újabb ellenségekre, legyen szó a migránsokról, a hajléktalanokról, a tanárokról, a liberálisokról, vagy bárki másról, itt szeretnénk meghúzni a határt, elég volt ebből. Tudjuk, hogy az alaptörvényből nem lehet kiszedni a homofób sorokat, a propaganda gyűlöletkeltését nem fogjuk tudni felülírni. De segíteni tudunk. Ezért ma, az előbújás világnapján, azaz a Coming Out World Day-en elindítjuk a momentum.hu/egyenlő-házasság weboldalt, ahol a meleg párok számára Ausztriában vagy Szlovéniában történő házasság feltételeit, információit, kapcsolatait próbáljuk meg leírni. Mi nem gyűlöletet szítunk honfitársaink ellen, hanem lehetőségeket kínálunk nekik. Mi nem árkokat ásunk magyar és magyar közé, hanem támogatjuk őket. Mi nem korlátozni akarjuk a magyar családok számát, hanem segítünk nekik, hogy több legyen ebből itthon. Probléma? Megoldás. Momentum.